Szóval az úgy volt, hogy rendeltem a férjemnek adventi sörnaptárhoz söröket. Úgy gondoltam, hogy december 1-e és 24-e között minden nap fog tőlem kapni egy üveg sört. Meg is rendeltem egy magyar kézműves sörgyártótól a szállítmányt, és nagyon-nagyon izgalmas söröket láttam az oldalukon, egészen elképesztő leírásokkal, incsiklandó leírásokkal. És az történt, hogy megérkezett a csomag, de duplán. És írtam nekik, hogy itt van nálam plusz egy csomagnyi sör, kétszer küldték ki a rendelésemet, gyakorlatilag mi legyen vele, és azt mondták, hogy annyira nagy adminisztráció lenne most már visszajuttatni hozzájuk a másik csomag sört, hogy maradjon nálam és fogyasszam egészséggel. Nos, úgy döntöttem, hogy ne csak én fogyasszam, mint én. Én ilyenkor csak belekortyolni szoktam a sörbe, mert én nem szeretem a sört, ez be kell valljam őszintén. Szóval, hogy úgy gondoltam, hogy ne csak a férjem fogyassza a sört, hanem akkor a sör egy részét átpasszolnám nektek. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy aki kommenteli ezt a videómat, aláírja, hogy neki a bemutatott sörök közül melyik lenne a legizgalmasabb, melyiket kóstolnám meg a legszívesebben, és tovább is osztja ezt a videót legalább 3 embernek, ezt majd a nyeremény sorsolásakor kell csak igazolnia, hogy ez megtörtént. Tehát aki ezt megteszi, az részt vesz a nyeremény sorsoláson, és valaki ezt a sörcsomagot fogja megkapni tőlem. Szóval ez a First Craft Beer sörfőzde söreinek a csomagja, amiből úgy rendeltem, hogy az első napokban ugyan még mindenféle boltból összevadászott kézműves sörrel kellett megtöltenem a kalendáriumot, de aztán egyszer csak megérkezett a csomag, és innentől kezdve a férjemet ellátom jobbnál jobb, izgalmasabbnál izgalmasabb sörökkel reggelre. Elnézést kérek mindenkitől, nem értek a sörökhöz, úgyhogy elképzelhető, hogy nem ejtem ki jól a szakszavakat, de remélem, hogy ettől függetlenül érthető lesz. Nézzük, hogy mi van benne. Egy limitált, egyedi főzetekből álló sorozat része, ez a sör Washington államba, a csodálatos Cascade-hegység lábához kalauzol bennünket. Innen hozzák a komlót egyenesen a Váci úti sörfőzdébe. Ez egy friss, gyümölcsös sör, mely akár az egész este kísérője lehet, hiszen könnyen iható, mégis tartalmas sör. Ez egy felső erjesztésű belga búzasör alapú áfonyás sör, melyben a belga vitt fűszeressége és az áfonya gyümölcsössége kiváló összhangban van. Azt írják még róla, hogy erős áfonyakék színe már előrejelzi, hogy markáns egyéniség, fanyar illata, áfonyás zamata, tartalmas felfrissülést ígér. Nos, itt egy mexikói sör, amit ráadásul azóta már meg is kóstoltunk. Kukoricás jellege van, aranysárga, és kísérője lehet bármilyen találkozónak vagy fiesztának a hagyományos lágersörök ízvilágával, enyhe keserűséggel érkezik új alsóerjesztésű sörként. Ez egy tradicionális, alsóerjesztésű pilzeni lágersör különleges csavarral. Klasszikus, világos sörüket kétféle komlóval hideg komlózva tették, egyedülállóan ízessé és illatossá. A következő különlegesség neve India. Ez egy enyhén gyümölcsös illatú, könnyen iható sör, melyet az alkotói büszkén ajánlanak beszélgetésekhez, zenehallgatáshoz és nagy mulatságokhoz egyaránt. Friss, citrusos, felső erjesztésű sör. A Pilsner egy alsó erjesztésű söre a cégnek, mely a legjobb cseh hagyományok alapján készült, receptjét a Cseh Sörfőzők Egyesületének elnökével közösen állították össze, hogy egy ízletes, könnyű, cseh lágert tehessenek az asztalra. Most ezek vannak, és akkor 16 üveggel tudok felajánlani valakinek, akit majd ki fogok sorsolni. A lényeg az, hogy kommenteljen a videó alá, hogy neki ebből a 6-ból melyik lenne a kedvence. Persze mind a 6-ot meg fogja kapni plusz a társait, tehát mindegyikből több példány is van.
és ossza meg legalább 3 helyen még a videót. Úgyhogy hajrá mindenkinek, jó sörözést!